Hajrá! És mit Bence nagy örömmel mesélte el a héten szerzett élményeit? Utazás volt a legtöbb. Voltunk, mondjuk például tegnap voltunk babaházban, kisdereg lakon, azt hiszem. Voltunk műhelyben, volt külön foglalkozás a lányoknak és a fiúknak, mondjuk sapkát festettünk, amilyenre csak szeretted volna, festékkel, ilyen fújós festékkel is. Mindenhova busszal mentünk, és hát van olyan is, amikor szünetek vannak itt bent, lehet játszani, ott a hátul van egy ilyen babzsákos rész. A táborokat már hagyományokhoz híven minden évben megtartják. Józsa Jácint szervező elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy széles körűen fejleszik a gyerekeket, ezért többféle típusú programmal készülnek nekik. Különböző szakmákat ismerhettek meg, a cukrászatot például Fatekasné botanikó segítségével festettek, kicsit kézműveskedjenek is, illetve kedden kipróbálták a sportokat, a két tolnai egyesület segített ebben, a Tolnai Kézilabdaklub, illetve a Vitál Szövetségnek a teniszszakosztálya, velük a teniszt próbálhatták ki, utána ismét kézműveskedés következett. Szerdán Szekszárdra látogattunk, ott a Petrics mézes kalácsos üzembe mentünk el, és ott megnézhették, hogy hogyan készültek régen a gyertyák, illetve a mézes kalácsok. Utána pedig a tudásközpontba látogattunk el. Nagy szerencsékre mi voltunk szinte az elsők, akik láthatták a tudásközpontot. Csütörtökön Geresdakon töltötték a napot, ahol a sváb kultúrával ismerkedtek meg a diákok. A péntek pedig ételkészítéssel telt, amihez segítséget is kaptak. A mai program itt a kulturális központ szervezésébe minden éve szerveznek a gyerekeknek ilyen magtábort, és évek óta már mindig jövünk ide, felkérik a vándorló szépkörű baráti köréből 3-4 főt, akik eljönnek segíteni a gyerekeknek főzni. Mi csak szaktanácsa látjuk el a gyerekeket, és az idei évben megint meghívtak bennünket, örömmel jöttünk, és most lecsót készítünk. Egyik évben lecsót készítünk, másik évben paprikás krumplit készítünk, de már hallom itt az információkat, lehet, hogy jövőre belevezünk egy halfőzésbe itt a gyerekeket, meginvitáljuk. Ha épp nem volt szervezett programjuk a gyerekeknek, a művelődési központ épületében csúcsó, biliárd, valamint rengeteg könyv is várta őket.